Szeretettel üdvözlök mindenkit az Egyetem TV Választár című műsorában. Már István vagyok a Szegedi Tudományi Egyetem Ökológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa. És hát a fő érdeklődési köröm a hangyák viselkedés ökológiája, ezen belül is a tetemeknek a szerepe a szociális élet szervezésében, és akkor az első kérdés, a búvárpók vagy más néven vízipók is sző hálót? Érdekes kérdés, nem tudom, hogy a kedves nézők ismerik -e a Vizipók Csodapók című mesefilmet, ugyanis nagyon hiteles forrásokra épített maga a szerkesztő. Ott valóban kiderül, hogy a kristálypalotát azt a pók fonalak tartják, ugyanis a vízipókok egy búvárharangot hoznak létre a víz alatt, egy hidrofób fonalakból a vízi növények közé szővik a hálójukat, és ez alá hordják be a levegő buborékokat a felszínről, ugyanis a légkörből veszik fel az oxigént végül is. A buborékokat hidrofób szőreik segítségével szállítják a háló alá, és itt egy kristálypalotát hoznak létre, úgymond egy saját buborékot, amelyben élnek, elfogyasztják a táplálékot, továbbá itt párosodnak is. Nagyon érdekes, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a környezettel, tehát a vízzel. A széndiokszid az távozik, az oxigén az a parciális nyomás hatására beáramlik a levegő buborékba, viszont mégis zsugorodik, ugyanis a nitrogén az folyamatosan távozik a buborékból, így pár nap után újra kell levegőt szállítani. A kristálypalota mérete az nagyban függ a benne élő egyedek méretétől, továbbá a nemek között is jelentős különbség van, ugyanis a nőstények nagyobb légbuborékot hoznak létre, míg a hímek kisebbet, Feltétlenül azért, mert a párosodása nőstény buborékjén belül történik, míg a himek azok inkább aktívan vadásznak, mozognak, így a nagyobb testméret ezzel is összefüggésbe lehet. Jó, akkor a második kérdés, miért tartjuk igazi túlélőnek a csótányt? Hú, hát egy nagyon érdekes kérdés. Számos oka van, hát ha közelről megvizsgáljuk őket, akkor nagy ellenálló képességük az szembe tűnő, ugyanis egy hétig bírják víz nélkül, táplálék nélkül körülbelül egy hónapig, akár vagy 15-szöröse is lehet a radioaktivitással szembeni toleranciájuk, de ők se élnének túl egy nukleáris katasztrófát a közhiedelme ellentétben. Továbbá egyes híresztelések szerint egy hétig életben maradnak fej nélkül is, ezt nem tartjuk valószínűnek, hogy ez így megtörténhet. Ellenben nagyon ellenállóak, 45 percig is vissza tartani a lélegzetüket. Szinte bármilyen féle és fajta táplálékkal tudnak, táplálékot el tudnak fogyasztani. Ebben nagy segítségükre van az endoszimbionta baktériumok, a harmadik kérdés, mit fejez ki és hogyan zajlik a méhek tánca? Nagyon érdekes és összetett kérdésről van szó, egy összetett adaptív viselkedésről van szó. A legismertebb méfaj az a házi mé, így vele szemléltetném, hogy pontosan mit is fejez ki, főként a táplálékforrásnak a távolságát és az irányát jelzi. A kaptáron belül teljes sötétségben zajlik a tánc, és a gravitáció fogja meghatározni a vezér fonalat, hogyha a tánc az felfele irányul, akkor a táplálékforrás a nap irányába helyezkedik el, hogyha lefele történik a tánc, akkor a naptól elfele helyezkedik el a táplálékforrás. Emellett a táncnak a típusa is meghatározhatja a táplálékforrásnak a távolságát. Ha körtánc Történik, akkor 50 méternél közelebb helyezkedik el a kaptárhoz képest a táplálékforrás, míg hogyha a rezgőtánc úgymond riszálja a potrohát a dolgozó, akkor 50 méternél távolabb helyezkedik el a táplálékforrás. A rezgőtáncnak a hossza, tehát időintervallumban mért hossza, a távolságot fogja kifejezni, valamint a függőlegestől eltérő szöge a naphoz képest való táplálékforrás elhelyezkedést fogja jelölni. Negyedik kérdés: melyek a legnagyobb rovarok? Hát attól függ, hogy miről beszélünk: testhosszról, testtömegről, vagy éppen szányfesz távolságról. Mindegyikre hozok egy példát. A leghosszabb rovarok a bocsáskák köréből kerülnek ki. Az eddig ismert úgymond leghosszabb bocsáska az 64 cm körüli. Ez kinyújtott lábakkal együtt értendő, amúgy kb. Ilyen 35 cm hosszú. Bogarak köréből is kikerültek úgymond óriások. Az óriás szincér az kb. 17 cm hosszú, ez az egyik legnagyobb bogárfaj. Ellenben a Herkules bogár is körülbelül ilyen hosszú, viszont az előtor szarva is beleértendő ebbe a távolságba, tehát hogy csak a, ha csak az aktuális test vesszük, akkor az óriás színcér az hosszabb. Legnagyobb tömegű rovar viszont a góliát a lárvája, az 100 g körüli, az egy körülbelül egy teniszlabdával megegyező tessúly. Ellenben a, ki a Kifejlődött adult egyedeknek a tömege az a, ennek a fele. Tehát a legnagyobb kifejlődött adult rovar az a Kisbarrier-szigeteki Veta. Amúgy is a veták a nagy testmérettel rendelkeznek, és a testümegük az ilyen 70 g körüli lehet. Ez a rekorder tartó. A veták a szőcskék közeli rokonai. Ötödik kérdés. Mitől világít a Szent János Bogár? A Szent János Bogár potrohának az utolsó szervényei módosult zsírtesteket tartalmaz, amelyek luciferint tartalmaznak, ami egy szerves vegyület, és ennek oxidációja során keletkezik az oxiluciferin, luciferin, amelynek 98%-á fényé alakult, tehát egy nagyon hatékony folyamatról van szó, és viszonylag kis mennyiségű hő is keletkezik. Jó, a Színe lehet zöldes, sárgás, narancs színű, intenzitása, hossza és maga a színe is fajspecifikus. Miért különleges a hangyák agya? Ú, egy nagyon érdekes kérdés. Egy idejévi publikációban írták le, hogy az indiai pattanóhangya a Harpagnatus Saltator esetében, a, ahol a hangyák nagy többségével ellentétben nem a királynő, hanem a dolgozók is képesek szaporodni. A dolgozók a dominancia harc során döntik el, hogy ki válik gamergátá, úgymond szaporodó egyedé. És ezen átalakulás során a dolgozó agya az ilyen 20% körüli csökkenést mutat, úgymond zsugorodik. Eközben megváltozik a felületén lévő szénhidrogén molekuláknak az összetétele, az úgynevezett CHC profil, és más változások, tehát viselkedésbeli és például a méreganyag összetételebeli változások is történnek. Viszont ami még különlegesebbé teszi, hogyha megváltozik a helyzet, akkor a dolgozók, mármint a gamergátok képesek újra dolgozóká alakulni, és e folyamat során újra megnő az agytérfogatuk, tehát az eredeti helyzet visszaáll, ami nem megfigyelhető más rovarok esetében, ahol a fenotipikus plaszticitás viszonylag gyakori lehet, viszont az egyszeri váltás után nem történik. Ed, legalábbis egyelőre nem írták le, hogy visszaváltozás is megtörténne. Hetedik kérdés: melyik a legerősebb rovar? A legerősebb rovar a szarvas trágyatúra, amely a saját testümegének több mint ezer szeresét képes, felemelni, ha jól emlékszem 1141 szeresét. A második az a Herkules bogár, amelyikről már volt, szó szóval ez kb. 850-szer képes a saját testtömegét felemelni. Az első esetben, hogy jobban el tudjuk képzelni, az egy ilyen jól megpakolt double decker busszal egyenértékű, a másik meg egy űrsikló nyit, tehát hogyha egy normál testtömegű emberhez hasonlítanánk, akkor kb. ennek a megfelelője lenne. Nyolcadik kérdés. Mennyi ideig tart, és hogyan zajlik a hernyók lepkévé alakulása? Érdekes kérdés ezzel nagyon fajfüggő, ugyanis összetett folyamatról van szó. Maga a hernyónak az élet hossza az általában jóval túlmutat a kifejlett imágóknak az élet hosszán, tehát az alultak azok rövidebb életűek általában nem táplálkoznak, főleg abból táplálkoznak, amit a lárva halmoz fel élete során, tehát a lárva az habzsol, habzsol, habzsol egész élete során, akár százszoros tömegnövekedés is megfigyelhető, ez időszak során általában elég hosszú időszakról van szó, az átalakulás holometabol rovarokról lévén szó, tehát teljes átalakulás történik, a lárva az bebábozódik, és ennek során a szervek nagy része, a lárvakori szervek nagy része az lebomlik, és átalakul felnőtt kori szervekké. Bizonyos sejtek már jelen vannak, és ez időszak során gyorsan osztódni kezdenek, és kialakulnak a különböző szervek. Például a lárva az általában növényevő és rágó szájszervel rendelkezik, addig az imágó az pödörnyelvel rendelkezik, és főként szívogat különböző növényi nedveket, nektárt. Kilences kérdés, hogyan szívért a szúnyog? A szúnyogok azok szúrószívó szájszervel rendelkeznek, Páratlan összetevők, úgymond a felső ajak és a nyelv, emellett a páros összetevők a rágó, amiről az előbb is volt szó, továbbá az alsó álkapocs. A két páros szájszerv sérti fel a bört, majd a szúró szívó szájszerv behatol az áldozatának a szervezetén belülre, és míg a nyelvben lévő csatorna nyálat juttat a szervezetbe, addig az alsó ajak alatti csatornán vér jut az állat szervezetébe. A nyál az több száz fehérjét is tartalmazhat, emiatt immunválaszt vált ki általában a gazda szervezetből. Itt az immunsejteknek nagyon érdekes és összetett változását idézheti elő, valamint az immunsejtek kommunikáció felelős citokin mennyisége is megváltozhat. Ez váltja ki a bőrpírt. A meglepetés kérdés, ez lesz a tizedik, Melyek a legrejtélyesebb rovarok? Hú, nagyon talányos kérdés. Sok példa jut az eszembe. Hát az egyik az a Lord Howe szigeteki bocsáska, amelyet, amely a szigeteken 1920-ig egészen jól el volt. Ellenben akkor egy zátonyra futott hajó segítségével patkányok kerültek a szigetre, és pár év alatt nagyon gyorsan eltűntek. Az 50-es években már csak tetemeket találtak-e fajból, majd 2000-es 2000 évek környékén újra felfedezték. Egy cserje esetében találtak 30 egyedet, ebből egy párt sikerült kimenekíteni Ausztráliába és ott szaporítani. És további érdekesség, hogy ezt Ausztrálián kívül elsőként a budapesti állatkertben tudták szaporítani, azóta Amerikába is, és majd a patkányok kipusztítása után megpróbálják újra telepíteni őket. De érdekesség lehet még a szűzbogaraknak az életmenete is, ahol az ivaros szaporodás úgy tűnik, hogy az evolúció során eltűnt, és a lárvák hoznak létre, újabb lárvákat. Hősok hatására akár kialakulhatnak adult egyedek is, de azokat, azok nem szaporodnak. Jó, továbbá még szerintem érdekes lehet a különböző darazsaknak a lárva fejlődése is, ugyanis az adult egyedek a lárvaiknak a táp, úgymond állatul és bölcsőül szolgáló zsákmány állatukat, azt megbénítják, majd a üregbe hurcolhatják, ahol a lárvák hosszú ideig, hétig, vagy akár több hétig is fejlődhetnek, még az élő áldozatból, majd ezt elpusztítva kelnek ki belőle. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és a további kérdéseket a komment szekcióban várjuk majd.